Elég kíméletlen ma velünk az idő, ez a tűző nap, és még a levegő meg sem mozdul, de Várkonyi Andrást mégis a kertben találtam, és mindenféle nagyon nehéz aktív kerti munkát végeztél, ami még nekem is nehezemre esett. Tulajdonképpen minden kerti munka nehéz elvileg, meg egyik se az, mert az ember szereti csinálni, akkor ha kedve van hozzá, akkor szívesen teszi. Minden esetre ez megviseli a természetet is, meg bennünket is, ez a nagy meleg. Nagyon szép a kert, mi a kedvenc kerti tevékenységed? A fűnyírás, ott egy kicsit el tudok gondolkozni, és hát közben szaladgál körülöttem a kutya, úgyhogy úgy együtt nyírjuk a füvet olyankor. Látom, vannak szép leanderek, ezek szerint a virágokat is nagyon szeretted ápolni. Így van, nagyon szerettem, és a feleségem még jobban. Tehát általában kiosztjuk egymásnak, hogyha én ránézek a konyhakertre, akkor ő ránéz a leanderre, a kövi rózsákra, van két szép fánk, amit most meg fiatalítottunk, egy diófa, meg egy mandulafa. A mandulafa az több mint 130 éves. Nagyon aktív vagy, régebben pedig lehetett hallani arról, hogy voltak az érizületi problémáid, de ez úgy tűnik a múlté. Így van, és örülök, hogy megtaláltam ezt a bizonyos szert, vagy bizonyos gyógynövény keveréket, ami segített nekem a vállamnál, a kisujjamnál, tehát ahova lerakódik a mész, vagy az ízületek egy kicsit kezdenek rosszalkodni, és hát örülök neki, hogy nem valami gyógyszert kellett szednem, mert minden gyógyszernek van valami mellékhatása, hát ennek nincsen, úgyhogy ez sokat segített. És milyen gyógynövények vannak ebben a keverékben? Ismerted őket korábban? Nem ismertem, a Oswald Marika hívta fel rá a figyelmemet. Ez a sárga vezér, ez nagyon tetszett nekem, vagy az indiai tömjénfa termése. Meg olvastam egy könyvet a II. Világháborúról, hogy amikor nem volt ilyen, hogy aszpirin, meg egyéb gyógyszerek, akkor a fűszfának a kérgéből vonták ki a, nem tudom a latin nevét, de nem is ez a lényeg, mert gondolom, hogy a frontharcosok se tudták a latin nevet, de azt tudták, hogy az segít és fájdalomcsillapító és gyulladás csökkentő. Akkor ezt feltétlenül én is kipróbálom, hogy hát ha legközelebb, mikor a magas ágyásoknál tevékenykedek, sikerül majd elsőre kiegyenesednem. Legyen úgy!